Jó estét kívánok, Önök a Magyar Világot látják a tartalomból. A területi szervezetek alapítóinak jelenlétében ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Az ünnepségen az anyaország és a vajdasági magyarok egy-egy képviselője, valamint a szövetség korábbi és jelenlegi vezetői is beszédet mondtak. A Kultúra Lovagja címeket adták át a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott ünnepi gálán. A budapesti Honvéd Kulturális Központban 8 országból érkezett 36 lovagot avattak. A 16. század legnagyobb erdélyi reformátora, Dávid Ferenc Dombor művét avatták fel vasárnap a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templom homlokzatán. Az alkotás az erdélyi vallásszabadság egyik élharcosát a kerekőről prédikálva ábrázolja. Híreink bővebben. A területi szervezetek alapítóinak jelenlétében ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kolozsváron. Az ünnepségen az anyaország és a vajdasági magyarok egy-egy képviselője, valamint a szövetség korábbi és jelenlegi vezető is beszédet mondtak. A Kolozsvári Állami Magyar Színház épületében ünnepelte 30. születésnapját a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Az első sorokban a területi szervezetek alapítói foglaltak helyet. Az ünnepséget Koszorús Krisztina előadó művész nyitotta meg. Ide jöttem világra, remélem nem hiába. A magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárságának részéről Brendus Réka főosztályvezető helyettes mondott beszédet, de felszólalt Pásztor István, a vajdasági magyar közösség elnöke, és Takács Csaba, az RMDS volt ügyvezető elnöke is. Markó Béla beszédében emlékeztetett, hogy a rendszerváltáskor a romániai magyar érdekvédelem a nulláról indult. A volt szövetségi elnök híradónknak elmondta, hogy mit tart a 30 év legnagyobb megvalósításának. Tehát az, hogy nekünk 30 éven át volt egy olyan szövetségünk, amelyet persze bíráltak sokan. Nem is gondolom azt, hogy mindent jól tettünk, de egy olyan szövetség, amely nem változtatott utat végül is, amely nem csak a nevét nem változtatta meg, hanem a programját sem, és amely mögött, mondom, bírálattal, szidással nagyon sokszor, de mégiscsak ott állt az egész magyar közösség, ez egy páratlan teljesítmény, mert van egy eszközünk, amivel mehetünk tovább. Kelemen Hunor méltatta mindazokat, akik megalapították a szövetséget, de köszönetet mondott a magyar kormánynak, amellyel az elmúlt évtizedben mélyült el az együttműködés, és mindazoknak, akik szavazatukkal támogatták a szervezetet az elmúlt 30 évben. 30 év alatt sikerült mindig úgy politizálni, hogy a közösség bizalmát megőriztük. A közösségnek köszönhető ez a 30 esztendő. Ha azt nézzük, hogy honnan indultunk, akkor nagyon messze jutottunk. Ha azt nézzük, hogy milyen álmaink vannak, voltak, akkor messze vagyunk, hogy azokat elérjük, de én azt gondolom, hogy ez az ember életében mindegy, hogy hol dolgozik, mindig így van. Az RMDS már elhunyt alapítóira egy perc néma csenddel emlékeztek. A jelenlevőket pedig az est házigazdája Lackóvas Róbert színművész szólította színpadra. Dr. Kikeli Pál. Az alapítóknak Markó Béla korábbi és Kelemen Hunor jelenlegi szövetségi elnök emlékplakettet nyújtott át. Az RMDS fennállásának 30. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség a nemzeti himnuszok eléneklésével zárult. A tiszamenti községek civil és hagyományápoló szervezeteinek munkásságát vizsgálja a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar Művelődés Tudományi Intézetének kutatócsoportja a hétvégén. Céljuk a vajdasági helyi értékek feltárása. A csoport első állomása Zenta volt. A kutatásban 3 oktató és 2 külsős szakember, valamint 3 egyetemi hallgató vesz részt. Számomra azért fontos ez, mert így vajdaságiként sokkal jobban megismerhetem az otthonom közösségeit és kultúráját, valamint nagyon jó szakmai tapasztalat a kutatás terén is, és a szakdolgozatomhoz is majd később jó tapasztalat lesz. A kutatás a Nemzeti Művelődési Intézet ösztöndíj programjának támogatásával valósul meg, és a tiszamenti térség közművelődési, valamint közösségi életét szeretné feltárni. Ennek keretében olyan interjú sorozatot fogunk készíteni a hallgatóink bevonásával, amely az itteni csoportoknak a vezetőivel fog készülni, és szeretnénk rákérdezni az itteni hagyományok ápolására, és ezzel összefüggésben szintén a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett
szervezet, részben általuk szervezet, vajdasági értéktárnak a funkcióját is szeretnénk áttekinteni. A kutatás szakmai partnere a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Az intézetben már több éve foglalkoznak a vajdasági helyi értékek vizsgálatával. Ez egy nagyon hosszú folyamat, 2016-ban kezdtük el, és akkor volt egy rásegítésünk a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikumok főosztályának a segítségével, majd később szakmai segítséget kaptunk az NMI Nemzeti Művelődési Intézettől, és most azt tudjuk mondani, hogy folyamatosan a kollégák kint vannak a terepen azért, hogy minél több egyesületet, civil szervezetet meg tudjanak győzni arról, hogy ez igazából miért fontos. Zenta után Ada, Óbecse és Törökbecse, valamint Magyar Kanizsa és Török Kanizsa községekbe is ellátogat a csoport. A kutatás 2019. szeptemberében kezdődött, és 2020. augusztusáig tart. A Marosvásárhelyi Táblabíróság alkotmányossági kifogást emelt azon kormányrendelet ellen, amely lehetővé tette, hogy újra alapítsák a 2018-ban megszüntetett tanintézményt. Ma pedig egy másik ügy áthelyezését tárgyalta a bukaresti bíróság. Továbbra is veszélyben van a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium, nyilatkozta Puskás Bálint, a római katolikus státusz alelnöke, nyugalmazott alkotmánybíró. A romániai bíróságok portáján jelent meg tegnap a Marosvásárhelyi Táblabíróság végzésének kivonata, amelyben alkotmányossági kifogást emeltek a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium újbóli megalapítását lehetővé tevő kormányrendelet ellen. Puskás Bálint szerint ez egy újabb támadás az iskola ellen. Az a véleményem, hogy el akarják lehetetleníteni az iskola ügyét, és mindent megkerestek, minden törvényszövegbe belekötnek, hogy ezt végre tudják vinni. Sajnos ez őrli a szegeket és nehézségeket okoz. Ha visszatettelek emlékezni, ugye volt egy törvény is, amivel az iskolát létrehozták volna, alkotmánybíróságon megbukott 5-4-es szavazat arányban. És bármilyen lépés történt az iskolának a működtetésére, mindig valamilyen kifogást kaptak. A mai nap folyamán egy másik perben folyt tárgyalás Bukarestben. Az iskola képviselői a dosszié áthelyezését kérték egy másik bíróságra, mivel a Marosvásárhelyi Bíróság alapfokon semmisnek ítélte az iskola létrehozását kimondó miniszteri rendeleteket. Amennyiben a bíróság, a Bukaresti Bíróság úgy dönt, hogy az ügyet áthelyezi más bíróságra, akkor az alsófokú döntés érvényes, tehát itt is előrökezzük annak az ügynek a tárgyalását. Amennyiben úgy dönt, hogy Vásárhelyen hagyja az ügyet, akkor meg kell várnunk az indoklást, ami még nem érkezett meg, és az ellen fellebezett tovább tárgyalni másodfokon az ügyet. A Római Katolikus Gimnáziumot azok után hozta létre a tanügyminisztérium, hogy a magyar kormány kilátásba helyezte, megvétózza Románia felvételét egy nemzetközi gazdasági szervezetbe, és az erről elfogadott törvényt alaptörvénybe ütközőnek ítélte az Alkotmánybíróság. A minisztériumi döntést Máriusz Páskán szélsőségesen nacionalista törvényhozó támadta meg a bíróságon, amely alapfokon megsemmisítette a minisztériumi rendeletet. Az ügyről legközelebb február 4-én szintén Bukarestben tárgyalnak. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Csemaduk évente galántán rendezi meg központi ünnepségét, tisztelegve reformkori költőnk Kölcsey Ferenc előtt, aki 1823. január 22-én fejezte be a himnusz írását. A gála műsoron olyan személyiségeknek adtak át díjakat, akik fáklyaként világítanak egy-egy közösség élén, és biztos alapot építenek a jövő nemzedéke számára, fogalmazott Bárdos Gyula, a Csemaduk elnöke. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Csemaduk évente galántán rendezi meg központi ünnepségét, tisztelegve reformkori költőnk Kölcsey Ferenc előtt, aki 1823. január 22-én fejezte be a himnusz írását. A gála műsoron olyan személyiségeknek adtak át díjakat, akik fáklyaként világítanak egy-egy közösség élén, és biztos alapot építenek a jövő nemzedéke számára, fogalmazott Bárdos Gyula, a Csemaduk elnöke. Örülök annak, hogy minden évben hagyományoknak megfelelően itt galántán kezdjük az évet, és ezzel a legméltóbb módon, amikor megköszönjük a legjobbjainknak, és ezzel is ösztönzést és példát mutatva azoknak, akik hasonló teljesítményt akarnak letenni, mert ez a szolgálat, ez a közösségi munka nekünk, felvidéki magyaroknak létszükséglet. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága nevében is köszönöm a munkájukat.
követendő példájuk legyen, mint a minden magyar számára, bárhol is éljenek a Földön. Szabolcs Attila, a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának tanácsadója ezekkel a szavakkal gratulált a díjazottaknak, akik a vészterhes időkben is bátran kiálltak magyarságukért, és munkájukkal ma is nemzetünk megmaradását szolgálják. Az ünnepségen átadták a szövetség legrangosabb elismerését, a Csemadok életműdíjat, amelyet Méri Margit néprajzkutató, valamint Metzner Valéria, Mészáros Győző és Teleki Béla vehettek át több évtizedes közösségépítő munkájukért. Én nekem ez a díj nagyon sokat jelent. Az életem lényegét jelenti, a múltamat, melyben benne van az egész fiatalságom. Jelenti a jelenemet, hogy aktívan még mindig tudok dolgozni, és nagy szeretettel a Csemadokban, jelenti a jövőmet, amit viszont az unokáimban látok, és bízom benne, hogy ők is folytatni fogják ezt a nemes munkát, amire nagyon szükségünk van. Megígértem valamennyi kitüntetett nevében azt, hogy tapasztalatainkat átadjuk a fiatal nemzedéknek, a fáklyavivőknek, és megígértem azt, hogy azon leszünk, hogy a Csemadok rendezvényeiket eljuttassunk a szórványokba is, hogy így a szórványok a lehető leghamarabb megtalálják azt az összefogást, amit szeretnénk, hogy az egész felvidéken megvalósuljon. Ami nincsen, nincsen, hogyan adnám ingyen. A közművelődési díjat évente azzal a céllal adják át, hogy elismerjék azok munkáját, akik csoportvezetői vagy közösségépítő szervezeti tevékenységükkel szolgálják a magyarságot. Az elismerést Józsa Mónikának, Tóth Ágnesnek, Tömösvári Máriának, Remák Bélának, Zsapka Zsoltnak és Tóth Lászlónak ítélték oda. A magyarság Kárpát-medencei összefogásáért Fábri Zoltán díjat kapott a kecskeméti Erdei Péter karnagy, aki nagyban hozzájárult a felvidéki kórus mozgalom fejlődéséhez. Molnár László Csemadok munkatársként végzett sok éves munkáját Gyurcsó István díjjal jutalmazta a szövetség. Volt olyan szerencsém, úgy hozta a sors, hogy kollégák lehettünk a Csemadokban. Nagyon szerettük őt, ő volt talán úgy a nevezni nekünk fiataloknak, hogy a papánk. Rengeteg élettapasztalattal, rengeteg ötlettel. A Kultúra Lovagja címeket adták át a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott ünnepi gálán. A Budapesti Honvéd Kulturális Központban 8 országból érkezett 36 lovagot avattak. Vajdaságból többen is részesültek a neves elismerésben, valamint további díjakat is átvehettek. A Kultúra Lovagja elismerést azok kapják, akik határon innen és túl, szűkebb vagy tágabb közösségünkben önzetlenül áldozatos munkával, magas színvonalon szolgálják a magyar kultúrát. Schilling István kupuszinai nyelvjáráskutató, néprajzkutató, művelődéstörténész is kiérdemelte a Magyar Kultúra Lovagja elismerést eddigi munkásságával, de a jövőre is vannak már tervei. Tervem van jelenleg a kupuszinai népviselet leírása, és hát fényképeken való bemutatása az a tervem, tehát a régi viselet, régi fényképekről, meg az új, a mostani is. Micsik Béla törökbecsei hitoktató névzenész citera készítő is a Magyar Kultúra Lovagja lett. A jövőben elsősorban a kötelesség, és ez egy hát kötelesség, hogy ezt folytatni, ezt az eddigi munkát ugyanígy, ameddig az erőm és a levegőm, a szusz bírja, addig csinálni fogom továbbra is ezt. Léphaft Pál nagybecskereki grafikus újságíró képzőművészeti és újságírói életművéért vehett át az elismerést. Én úgy érzem, hogy újságíró vagyok, és ennek különböző műfaja van, van ebben rajzolás, és van ebben beszélgetés, minden. Úgyhogy ez egy magatartásforma, ami nem szűnik meg a díjjal, mint ahogy mondtam, nem is kezdődik a díjjal, így az ember megpróbálja tenni a dolgát. Határon túli néprajzi örökség érdekében kifejtett életművéért Sziveri Szabolcs, a csókai Rákóczi férfi kórus volt karnagya vehette át a díjat. Ha sikerülne fiatalítanunk, illetve újabb csoportokat, fiatalokat megtanítani, akkor ez talán a legértékesebb célunk a jövőre nézve. Örökség serleg elismerést kapott emellett a 25 éves Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete, a díjat Hajvert Ákos elnök vette át.
Csákisörös piroska lovagot pedig az Egyetemes Kultúra lovagja címmel tüntették ki. Az idei gála díszvendége Bácska volt. A számos fellépő mellett standokon is bemutatkoztak a vajdaságiak. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Fórum Könyvkiadó Intézet, a Magyar Szó és a Hétnap is jelen van standokkal, saját könyves standjaikkal, kiadvány standjaikkal, és a vajdaság ízeit pedig a csókaiak hozták el hamisítatlan csókai bor formájában, a kupusziniak pedig hamisítatlan kupuszini pálinka, és természetesen az elmaradhatatlan mákos rétes formájában. A Magyar Kultúra Napját egyébként 1989 óta ünneplik január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén a himnuszt. A 16. század legnagyobb erdélyi reformátora, Dávid Ferenc dombor művét avatták fel vasárnap a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templom homlokzatán. Az alkotás az erdély vallásszabadság egyik élharcosát, a kerek kőről prédikálva ábrázolja. Évek óta érlelődő gondolatát és elképzelését sikerült valóra váltania a vasárnapi istentisztelet után Nagy Lászlónak, a Bolyai téri unitárius gyülekezet lelkipásztorának. A hívek és az Egyesült Államok beli Winchesteri testvérgyülekezet adományaiból a vallás alapító Dávid Ferencnek állítottak emléket a templom külső falán. Úgy érzem, hogy ezzel a szoborral nem csak az unitárius egyház, hanem Marosvásárhely is nagyon gazdagodott, és főként az, hogy egy köztéri dombormű lett, szobor lett ez. Ezzel is azt szeretnők a többségnek, vagy éppen a városnak a lakósainak üzenni, hogy meg kell mutatni magunkat, és meg kell mutatni értékeinket és kincsünket. Hozzátette, egy egész alakos szobrot szeretett volna emelni az unitárius egyház alapítójának, de a külváros nem méltó Dávid Ferenc nagyságához, a Bolyai téri templom környékére pedig értelmetlen lett volna bezsúfolni egy újabb műalkotást. Az ötlet, hogy a templom falára helyezzék a művet, Kién Ilka színművésznőtől származik, aki a szertartáson verssel köszöntötte az ünneplőket. Égi öreg vándor, hallgatja a sírt. Sugarait búsan hullott a szerveszék. A dombormű a Kolozsváron született, de az 1572-es Marosvásárhelyi országgyűlésen is résztvevő unitárius püspököt ábrázolja. Erre utalva Bálint Bencédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke arról beszélt, hogy folyamatosan képviselnünk kell Dávid Ferenc tanítását, miszerint a hitet nem lehet dobozba zárni, arra mindig szüksége van az embernek. Ezért jelentős ez a mai nap, ebben a kicsi közösségben, hogy egy ilyen kültéri helyen mindenki szeme láttára figyelmeztet a Dávid Ferenci örökség, hogy a hit Istennek ajándéka, és a hitéért senkit üldözni nem szabad. A kövesdombi gyülekezet egyébként már korábban felavatott egy Dávid Ferenc mellszobrot, amelyet a templom udvarán állítottak fel, most pedig az ünnepi szertartás alkalmával arra bíztatták őket, ne érjék be egy udvaron eldugott emlékművel, hanem vívják ki annak a köztéri engedélyeztetését. Zarándokokkal telt meg az óbecsei Árpádházi Szent Margit templom. A plébánia Szent Margit nevét viseli, az ő tiszteletére tartottak búcsonapi szentmisét, amelyet az új misés Horváth Ákos szolgáltatott. A zarándoklat a keresztény értelmiségi kör szervezésében valósult meg. Harangszóval kezdődött a szentmise szombaton Óbecsén. Több település plébánosa is részt vett az eseményen. A délvidéki keresztény értelmiségi kör tagjai zarándoklat keretében vettek részt a szentmisén. Sokszor szoktunk járni búcsúkra is, és vándorutakra is megyünk, és hát szeretem ezt a társaságot, már megismertük egymást, és hát mindenhová megyünk. Szabó Károly, a Szabadkai Keresztény Értelmiségi Kör elnöke szerint az ilyen események azért fontosak, mert az út során találkoznak és tapasztalatot cserélnek a hívők. Úgy éreztük, hogy el kell, hogy látogassunk ebbe a templomba és erre a búcsúra, hiszen Árpádházi Szent Margitnak ez az egyetlen temploma ezen a vidéken, a Bácskai püspökségben,
és hát mint magyar szentet úgy gondoltuk, hogy illő, hogy eljöjjünk a búcsúra. A szentmisét Horváth Ákos újmisést celebrálta. Beszédében köszöntötte a zarándokokat, és megemlékezett Szent Margitról is. Nagyon fontos minden egyházközség számára, hogy megünnepelje azt a szentet, vagy azt a személyt, akinek a temploma a pártfogásába van adva. Ma ezt ünnepeltük itt Árpádházi Szent Margit napján. Fontos ez, mert egy közösség összetartó ereje is van egy ilyen ünneplésnek, hiszen itt összegyűlnek az emberek, és együtt adnak hálát azért, hogy van kihez fohászkodniuk, kinek az égi pártfogását kérniük bajaikban vagy örömeikben. A zarándoklatoknak számos céljuk van. A vezeklés és a lelki megtisztulás mellett a közösségi lét megélése is fontos szempont a résztvevők számára. Magyarország kassai főkonzulátusa szervezésében 30 éve szabadon címmel nyílt vándorkiállítás a rendszerváltoztatásról a Májel Róvás központban Kassán. A Terrorháza Múzeum történészei által összeállított tárlatot először tavaly júniusban mutatták be Budapesten a 30 éve szabadon emlékév keretében. Magyarország kassai főkonzulátusa szervezésében 30 éve szabadon címmel nyílt vándorkiállítás a rendszerváltozásról a Májel Róvás központban Kassán. A Terrorháza Múzeum történészei által összeállított tárlatot először tavaly júniusban mutatták be Budapesten a 30 éve szabadon emlékév keretében. Grisemese Diana Magyarország kassai konzulja a rendezvényen kiemelte, az emlékév és a tematikus kiállítás kettős célt szolgál. Egyrészt emlékeztet arra az eseményre, amely a magyar szabadság és függetlenség visszanyerését eredményezte, másrészt tanítja azokat, akik számára a kommunista diktatúra csak egy történelmi emlék. A programsorozat kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a 30 évvel ezelőtti folyamatokban nem passzív résztvevők voltunk, hanem a közép-kelet-európai nemzetek, élve a történelmi lehetőséggel, saját maguk vívták ki szabadságukat és függetlenségüket. A kiállítás öt nagyobb egységen keresztül időrendi sorrendben mutatja be, hogyan jutott el Magyarország a kommunista diktatúra elnyomásából a rendszerváltoztatásig. A 13 tabló idézetekkel és fényképekkel jeleníti meg azt a rendszert, amely egészen az 1989-90-es összeomlásig megfosztotta a magyarokat szabadságuktól. A tárlat az államosítás, egyházüldözés és a nyomorúságos állapotokat eredményező szovjet hadsereg megszállása és politikai terror mellett beszámol a magyarországi, prágai és kelet-berlini ellenállásokról is. Én azt hiszem, hogy talán nincs is nemzedék, aki ne élt volna történelmet, vagy ne élt volna a történelem viharaiban, mint ahogy a mi nemzedékünk is, ugye 50-esek, akik pont 89-ben érettségiztek, tehát már felnőtt fejjel tapasztaltuk a történelem változását, és én azt gondolom, hogy ezzel tartozunk a múltnak, meg a jövőnknek is, vagy a jövő generációjának is, hogy elmondjuk azt, hogy milyen is volt 89-ben. A Rovás által szervezett kísérő rendezvény keretében Süli János, Kassaóváros volt polgármestere számolt be a rendszerváltoztatás kassai eseményeiről. Valahogy a fiataloknak eszébe kéne jutatni azt, hogy a szabadságot elveszteni nagyon gyorsan lehet, de visszagyerni nagyon körülményes, sőt, nagyon nehéz, és hosszú évekbe telik, míg valahogy kikristásolik egy új rendszer, vagy politikai, vagy gazdasági. Az időszaki kiállítás Kassán január 22-ig tekinthető meg. Az év során felvidékszerte bemutatják. Ennyi fért mai adásunkba, várom Önöket a jövő héten is, itt, a Magyar Világban. A viszontlátásra! We'll be right back.